talán hallatszik mögöttem a várakozó ének, a lenti Arany János Általános Iskola első A-osztályos tanulói érkeztek meg a lenti Csörmödéri Állami Erdei Kisvasút lenti állomására, ahol reményeik szerint találkoznak a Mikulással, de tulajdonképpen mi történik itt a Kisvasúton. Kaliba Mihályhoz, a lenti állomás vezetőjéhez fordulok. A Mikulás naphoz kapcsolódva általános iskolásoknak, óvodásoknak hirdetünk egy hetes programot, ahol az utazás mellett lehetőség van találkozni a Mikulás bácsival a gyerekeknek. Ez a nem hagyományosan csak az iskolának vagy az óvodának a négy fala közötti találkozást teszi lehetővé, és természetesen a Mikulás naphoz legközelebb eső szombaton, ott pedig családi programot is hirdetünk. Természetesen az utazáson kívül lehetőség van a télapóval való találkozásra, fényképezésre, és Csömödérbe ilyen kézműves foglalkozást szervezünk a gyerekeknek, ami az adventhoz, a Mikulás naphoz, illetve a karácsonyi készülődéshez kapcsolódik. Tulajdonképpen milyen hosszú útvonalról beszélünk, mennyi időt töltenek a Mikulással együtt nyilván a gyerekek a Kisvasúton? Ez az intézményeknek az igénye szerint lehet egy rövidebb táv, ahol Lentűből Zajdáig közlekedve egy bő órát oda-vissza utazással lehet eltölteni, illetve van olyan csoport, amelyik az úgynevezett hosszabb távot, ez azt jelenti, hogy lenti Csömödér egy óra menetidő, akár úgy is, hogy oda-vissza, és akkor ez bruttó 2,5 órás utazás jelent. Most ugye Mikulás van, nyilván az útitársak között a Mikulás is szerepel, hiszen együtt utazik a gyerekekkel. Amikor nincs ünnep, akkor hogy működik a Kisvasút? A mi egész éves közlekedésünk az úgy áll össze, ha hosszú hétvégével kezdődik az év, akkor egy évnyitó járattal indítunk a január első napjaiban. Utána február 14-én a Bálint napkor a valentinozásra várjuk, a legszebb kocsinkba, a szalonkocsinkba, a romantikára vágyó felnőtteket, aztán következik ismét a gyerekeknek a március 15-i járat után a húsvéti, úgynevezett nyuszifészek kereső járat, aztán április végétől elindul a menetrend szerinti közlekedésünk, amelyik egészen szeptember végéig tart. Ezután a húsvéti járat után a gyerekek felé fordulunk célzottan ismét a gyermeknapkor, aztán következik a szeptember végi zárás után, a 40. héten szintén a gyerekekhez fordulva az Erdők Hete rendezvénysorozat, aztán október 23-ára közlekedünk, illetve a téli szünet idején, későbbiek folyamán a felnőttek felé fordulunk, november elején a Márton napi járatokkal, aztán december eleje a Mikulás, ahogy a mostani apropó is van, ismét a gyerekek kerülnek központba, december végén, 29-én pedig évzáró járatokkal búcsúztatjuk az évet. Nagyon szépen köszönöm, és körbe is ért ez az egész év, aminek a mai napi produkciója az, hogy a gyermekek néhány pillanaton belül elindulnak a Mikulással a Zalai erdőkben. Várja őt az ablakokban, még sok üres kis tizmát.